Gereben, guzsaj, sajtár, kredenc. Egykor mindennapos használati tárgyak voltak, melyek nevét ma már sokan nem is ismerik. Mándokon a közösségi házat otthont, a főként helyiektől származó relikviáknak. 2005-ben felújításra került az épület, azelőtt 1958 és 2002 között általános iskolaként funkcionált, és 2002-ben bezárásra került, majd egy sikeres pályázat kapcsán 2005-ben felújították, immár mint közösségi ház kezdtünk el működni. Akkor a polgármester úr megkért, hogy próbáljak összeszedni néhány régi dolgot, és próbáljunk berendezni, hát ha sikerülne egy termet berendezni. Ez a gyűjtés 2,5 hónapig tartott, amikor is már összegyűlt az egy teremre való, és onnantól kezdve folyamatosan gyűjtögetünk. Ma már több mint 3000 darabos a gyűjteményünk. A relikviák ma már az egész épületet elfoglalják, a tárgyi emlékek mellett pedig érdekes helytörténeti vonatkozású kötetek is megjelentek. 2002-ben én elindultam egy idegenforgalmi tanfolyamon, és ott azt a feladatot kaptam, jelzem munkanélküliként, azt a feladatot kaptam, hogy Mándokról kellett írnunk, és én az egyszerű ember úgy gondoltam, hogy megyek a könyvtárba, és majd kimásolok valamit. Aztán szembesültem azzal, hogy íródott 1974-ben egy nagyszerű könyv, a Tisza könyök történelméhez című könyv Tóth Endre tollából, viszont azóta semmi. És ezen felbuzdulva én kezdtem el kutatgatni, és beadtam végül is a dolgozatomat erre a tanfolyamra, és ott egy kedves főiskolai tanár, dr. Hanusz Árpád tanár úr, ő mondta azt nekem, hogy ebből egy nagyszerű monográfia lenne, és ennek kapcsán én elindultam ezen az úton, és hát 5 könyvem jelent meg Mándok helytörténetéről. A gyűjteményben egy fotótárat is berendeztek, de egykori tablók, érdekes dokumentumok is láthatók. Ezek mellett több száz népművészeti alkotást mutatnak be, egy külön helyiségben pedig helyi amatőr alkotók munkáit láthatja a közönség. A Mándoki Amatőr Alkotók Közösség, ez 20 főből áll, nagyon sokrétű a tevékenységük, tehát, hogy nem csak egy tevékenységet folytat egy fő, hanem több rétű. Vannak köztünk festők, mézeskalácsozó, papírfonó, horgoló, gyertyaöntő, textilszobrász, hímző, csuhés, van faművesünk, hát remélem senkit nem hagytam ki, nem sértődik meg érte, de nagyon sokrétű a csoport tevékenysége. A kiállítás egész évben látogatható.